Az elmúlt szezonban az alapszakasz második helyén végzett az NB2 keleti csoportjában a Sunshine Nyikse. A feljutás ugyan nem sikerült, de így is fennállása legjobb eredményét érte el a Kovács Tibor által irányított együttes. A negyedik szezonjukra készülő nyíregyháziak kosarasai tanulás, illetve munka mellett edzenek, így ezek az elfoglaltságok behatárolják az edző és a játékosok lehetőségeit. A nyári szünetben is történtek változások, így még akadnak kérdőjelek a keret összetételét illetően, az viszont biztos, hogy több szerephez jutnak majd a fiatalok. Még mindig nincs végleges keretünk. A tavalyi csapatunkból úgy néz ki, hogy az már biztos, hogy akiket felvettek tanulmányaikat Budapesten, illetve Debrecenben folytatják. Itt a debreceni tanulmányok mellett Nyíri Peti, ő jelenállás szerint még marad a keretünkben, vállalta, hogy legalább két edzésen és a mérkőzéseken részt tud venni, illetve a rutinosabb játékosok közül egy-két játékosnak a szereplése munkahelyére, illetve sérülés miatt még képlékenyít. Horváth Bencére, illetve Farkasinszki Gabira gondolok. Bízunk benne, hogy Gabinak a sérülése nem lesz olyan, hogy teljes szezon kell kihagyjon, illetve hát még a rutinosabb játékosok közé tartozik Takács Márton, illetve Zajácz Krisztián is, akik tavaly meghatározó játékosaink voltak. Az idén velünk edzenek, de a munkai elfoglaltságok mellett már nem tudnak 100%-osan részen az edzéseken. A Sunshine Nyikse a HEV kupában már pályára lépett a Nyíregyháza Blue Sharks ellen. A két cápák érvényesítették a papírformát és magabiztos győzelmet arattak. Az NB2-ben is elrajtolt a szezon, de Kovács Tibor együttese csak a jövő hétvégén játszik majd a bajnokságban. Úgy tűnik, hogy mi minden évben ugyanabba a folyóba lépünk. Kezdetekkor tavaly is sok problémával küzdöttünk a bajnokság kezdetekkor, mert a termünk nem volt még kész. Most pedig jelenállás szerint az első fordulót is, mivel a Szolnok olajbányász bajnoki csapat második csapatával játszunk, ott elemelfoglaltságok van, illetve mérkőzés, ütközés van. Az első fordulónk is elkerül, ami a következő hétvégén lenne, december elejére, úgyhogy az első hazai mérkőzésünk október 19-én péntek este lesz. A Sunshine Nyikse első bajnoki meccsén a gyulai Kolor csapatát fogadja majd a Bánki Torna csarnokában.